Gáspár Zsolti. Hölgyeim és uraim, következik a Nagy Gazdasó, én kapok képzést, és a mester ma este nem más, mint Gáspár Zsolt. Hogy hívják? Őt Babika. Nem bánt? Nem. Ez egy nagyon okos, mint a gazdája. Úgyhogy... De jó volna, hogy összehaverkodna vele. Milyen állat? Szerinted? Szerintem egy ló. Ez nem. Így van. Tessék, Babika drága. Neked is meg kéne etetni, hogy összehaverkodjál vele. De kekszet adsz répával. Mind is szeressük emberek, így van. Óvatosan neki, óvatosan. Itt jó. Van. Innen is kapsz, nézd. Úgy, nem de jó fej. De nagyon, rendes állat. De Győzi nem szereti. Győzi nem szereti. De várjál, mi ez? Hát ez a kajalja. Péter, hát így kéne. Ezt is eszik? Persze, tessék. Ezt nem eszik. De eszi. Ez a fekszik, nem? Ja, fekszik is, meg eszik is. De jobban ezeket most a primű, ez az. Jó van. És gyere, mit hoztál gyere. Még a kosárban? Hát figyelj, de én minden jóval most elfoglak téged, összekössük itt a... Hogy el ne menjünk. Kösd a lábadra. Nem. Így. Na figyelj, hoztam egy kis harci pálinkát. Ez meg kell kóstolnod, mert nagyon finom. Apukát pánikálni? Igen. Hoztam egy kis császárszalonnát neked, füstölt. Ez nagyon finom. Sunkát, azt nem tudtam neked hozni, sunkát. Ez nagyon jó. Igen, kolbasz. Ez egy nagyon komoly kolbasz. Édesapa. Nézd ide, mi van nálam. Huha. Ma te készíti meg. Készíti. És el kell döntened, Péterke, hogy melyik sajt, melyik állathoz tartozik? Csak egy van itt, meg te. Az rendben van, de az igaz. Ebben igazán. Téged nem fejlek meg. Az igaz, Bécit nem tudtam elhozni, mert elment a rokonokhoz. Hortobágyom van ki most. Ki ez a Béci? Hát a bárányom, a birkám. Azt nem fejem, csak beszélgetek. Persze. De jó, szia. De ez nagyon barátságos. Ezt meg kell kóstolnod, de nagyon komoly. Sokat van veletek így a szobában? Sokat, beviszem a szobába. Beszélgetik vele otthon. Megmondja, hogy a feleségem benne járka. Mit csinál, miért csinál. Hogy neked erős paprikát? Ez bio. De nézd meg, ez fel van pumpálva. És még ilyen paradicsomot te még nem láttam. De ez mi nálatok terem minden? Az otthon a kertben. Nógrád megyer. Nézd meg. Az komoly. Ez nagyon komoly. Hoztam neked tájét is. És akkor ebben majd meg fogjuk majd fejni. Babikal. De először most jól lakol. Ez kell egy kis, hogy ne legyél olyan. Tessék. És akkor megkínálnak egy kis házi, már előtte kell inni egy kis házi pálinkát. Egy kis házi pálinkát. Mit, te nem iszol? Én nem szoktam inni, sose. Úgyhogy szasztipe, kedves egészségedre. Ugye jó magyar embernél van, van, nagyon finom, ugye? Nagyon jó. Minden magyar embernél van, egy kis. A zsebébe hagyma. Így van, hagyma. Kocsiába egy kecske. Hagyma szaluk van. Úgyhogy ezek nagyon finomak. És a kis feleségem Szlovákiából hozott még egy másik fajta szalonnát. Ez szlovák szalonna. Ez magyar szalonna. Magyarból adjál. Magyarból. A magyar akar. De az a baj, hogy kenyeret nem hoztam. De, hoztam azt is kenyeret. Valahol kell lenni kenyérnek is. Lehet, hogy ez valahol lemaradt. Úgyhogy hoztam neki szalonnavágó kést is, de látom te is, ez külön szalonnavágó kés. Igen, késvillát is hoztam neked, ez Győzike küldi neked. Direkt Győzikének van legyártva. Tessék. Miért, ez zebra csíkos, vagy miért? Nem mondom, ez is jelegse. És ezt kell megkóstolni, ezt meg annyi... De kenyér nélkül ne szibasz meg. Mindjárt elszaladunk, veszünk valami kis kenyeret. És ezt kell meg, ez gyöngyhagyma is van, gyöngyhagyma, Péter, ezt meg kell kóstolni. Hagyma, az nagyon komoly. De ez nem hagyma, ez paprika, alma. De van benne az is. Enni azért eszel velem? Persze, én ezt fogom, ez ilyen biós, tudod? Ez télire jó. Kecskét nem eszi? Van. Úgy eszik belőle. Tessék, babam. Jó, van, legyen ki a kis szívedet. Nagyon jó. Egy különben nagyon jó anya. Van neki kettő gidája. Nagyon komoly. És nagyon szereti Győzit, de nem szerette. Nem szerettem, mert Győzi nem beszélgetett vele. Mostanában problémái vannak Győzinek, mert ilyen pánikbeteg lett. És most elbeszélget vele órákig. Ez nagyon jó. Ugye? Órákig.
De még ezt meg kell fogtolni, Péter. Ez egy nagyon komoly. Szerezzél meg kenyeret. Kenyeret. Csókolom, nincs valakinél kenyér? Kölcsönbe. És ez nem lenne jó, hogy kis széna? Ebből is kenyér van. Te Zsolti, só van nálad? Na, hát ilyen nem szolgálok. Nem esztek sót? Nem. De ezt meg kéne kóstolnod én. Ez nagyon komoly. De finomak a kajak? Péterem. Elképesztő. A kolbász én nem kóstoltam. Na, és utána megfejjük. De ez mind házi? Ez mind házi. Édesapától van. Te az öreget ismered? Persze, hogy is mondom. Győző bácsi, tudni is. De évekkel ezelőtt kapta tőlünk a ajándékszatyot, tudja? Milyen finomak voltak benne. Csak azóta recepció. Benne. Igen, recepció van, úgyhogy azóta nem tudtunk keresni sajnos. Na, lesz olyan is. Recepcióban nem terem a kolbász, mi? Nem. Na, akkor most jön a fejés. Igen. Na most a következő. Láttál már ilyet? Én csináltam, de még te nem. Na most a következő. A következő. Abba a poharban, hogy megitted a házi pálinkát, abba fejünk. Úgyhogy kicsit... De azt vödörbe szokták. Hát vödörbe, de most egy extrém dolgot fogunk csinálni. Erről még azt mondtad, a tányérba fejünk. Hát a tányérba, akkor próbáljuk a tányérba. Csináljuk. És biztosan akkor, nem fog bántani, hogy és akkor így kéne csinálni, így. Érted? Így, finoman. Jó van, édeském, jó van, ne félj, jó helyen vagyunk. Oda kéne menned. De hol a fejünk? Mivel? Ide, Péterke. Ide, ebbe a poharba, meg ebbe. Abba jó. Ebbe. Kitisztítsuk, jó? Ez nagyon finom, így. És akkor megkóstoljuk mind a ketten, hogy mi csináltunk. Jó? Hello. Parancsolj. Olyat fog belénk rúgni, hogy elszállom. És akkor még egyszer így kell csinálnod, ugye? Így. Gyere. Én nem merem elkezdeni. Ő már tudja. Ilyenkor már mehetünk. Én nem merem. Mi lesz, hogy... Jaj, bántani fog már valami. Semmi, csak nyugodtan. Jó van. Ilyenkor majd tudja, nem bántani fog. Én fogom a szarvát, mutasd meg, hogy kell. Gyere akkor. Gyere. Parancsolj. Úgy. Hello. Szembe kell. Úgy. Jó van. Ha-hú. Lehet, hogy iszkod. Ne féljél! A Péter! Így meg fog vadulni. De ez nem szereti, hogyha fejét. Nem. Nem szereti. Jó van. Most kicsit nyugtan elkezd remegni. Jó van, édeske. Jó van. Mondjuk na, meg azért picit még azért menj oda. De mindjárt nem adjuk fel. Így megfogom. De na, nem érted, hogy belén fog rúgni. A tölgyéni, így. Jó. Itt van. Jó van. Megfogom a lábát is, na. Ja, Péter, jöhetsz most már, biztonságban vagy? Teljes biztonságban. Ez az, most vagy jó helyen. Mi van, focizni tanítod? Így nem jön ki, Péter. Várjál. Így nem lesz kakaó sütemény. Igaz, nagyon finom. Jó van, édeské. Csak így. Mint a furja, tanult a furjazni. Úgy nem jön ki. Jó van, semmi baj. Gyere, mert nem sokan jön a kakó. Az baj, hogyha kakó jön és nem telj. Oké. Lehet, hogy jó. Na, megy ez neked? Na, megy, ez a pesti gyerekeknek is megy. Jó van. Jaj, bazd, tiszta ízé lett a ruhán. Semmi gond, na igaz, jó van, babika. Jó van, kapsz még egy kis. Na, elfogyott a keksz is. Köszi, na, Babi. Az igen. Jó van. Na nézd meg, mennyi tejte. Jel, látod? Péter. Gyere, nem kóstolod még? Nem, így meg. Ez bio. Ez nagyon finom. Kicsit még adtam neked is. Kóstol meg. Így meg. Nem, mert laktózérzékeny vagyok, inkább nem. Tényleg? Igen. Jó van. Oh. Jó van, Babika, ügyes óta. Jó van. Jó van. Oké. Okay. Jó van. Nálad ez ilyen napi foglalatosság? Hát... Kecskét fejjel? Muszáj, megyen. Tehenetek nincsen? Nincs. Az nagyon nagy. Már nekünk jön. Ha van, nem tudunk közös tevezőre jutni. Hát nem jó. Azért is kemény volt, nem? Az, bele is izzadtam. Zsolti, hiányzik a képernyő? Most ugye ezek megőrültekben voltál, jól szerepeltél. Mi lesz a következő? Maradok odahaza. Maradsz oda? Igen, maradok az állatokkal. Én nekem ott jó. Jobban megérted magad velük? Igen. Zsolti, nagyon köszönöm az élményt is, hogy megismerhettem Babikát, hogy megtanultam.
Kecskét fejni. Igen, de a házi pálinkát meg kell kóstolnod, a házi pálinkát. Hát én vagyok az, aki volt belőle. Így van, én nem szoktam minni. Én nem szoktam se inni, se cigarittázni, se kávézni, de van meg, hogy milyen a pálinka. Mert ez most lett kifőzetve egy hónapja. Ez igen finom, ugye? Ez nagyon finom. Na, egy hónapja? Igen. Ezt édesapa küldi neked. Aranyos, és 2012-es matricát. Hát olyan matrica volt, ott van, olyan matrica volt. De a vásár minket is megcsapott, az nem volt egy újabb matrica. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Itt a család, megfolytatjuk a Én köszönöm. Sziasztok.